Egy hagyományos, húsvétváró családi programba kaphatunk betekintést, amit minden évben megrendezünk hagyományerősítés és az óvoda család kapcsolatának mélyítése céljából. Így történt ez ebben az évben is, március 27-én délután 4-től 6 óráig összegyűltek a szülők, és a gyermekeikkel közösen barkácsoltak, alkottak különböző húsvéti csodákat. Természetesen ilyenkor mindhárom csoportban olyan tevékenységeket szerveznek az óvónénik a gyermekeknek, ami az életkori sajátosságaiknak megfelel. Így a hajnalcsillag csoportban, ahová kiscsoportos gyermekek járnak, kis papírcsibéket és nyuszi nyomdát készítettek a gyermekekkel az óvónénik, tojásokat díszítettek ragasztással, rajzolással, népi motivumokkal. A szivárvány csoport részben osztott középső nagy csoport, ott egy fokkal, nehezebb feladatokkal is megbirkóztak a szülők. Megtanítottuk őket egy hagyományos tojásfestésre, az úgynevezett berzselésre, amit a mi szüleink még nem ismertek. Nagy örömmel végezték ezeket a tevékenységeket. Répás díszeket ragasztottak, nyúlfejeket rajzoltak hozzá, ajtókoszorúkat készítettek ragasztással, fűzéssel, illetve húsvéti üdvözlőlapokat és csibéket is készítettek együtt a gyermekekkel. Örömteli délutánok ezek mindhárom csoportunkban az óvónők és a szülők visszajelzései alapján, akik ragaszkodnak ezekhez a délutánokhoz, és nagy létszámban jönnek el hozzánk.